Köszöntöm a Kispad nézőit! Mai kínálatunk labdarúgás, szabadidős testmozgás és torna. Lássuk a részleteket, tartalmas időtöltést kívánok! Megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra a Dunajváros Pase labdarúgó csapata. Az NB3 középcsoportjában szereplő együttes legutóbb decemberben lépett pályára, akkor 3-2-es győzelmet aratott az ESMTK ellen. Az idény első bajnoki találkozója február 28-án lesz majd a Davas ellen. A Radari Sporttelep, azaz új nevén Nyers László Sportcentrum műfüves pályáján kezdte el a felkészülést a D-Pase labdarúgó csapata. Jakab Elek tanítványai legutóbb decemberben játszottak bajnoki mérkőzést, a napokban pedig belefogtak a hangolódásba a tavaszi idény fordulóira. A cél a továbbiakban az előrelépés. Ősszel is azért voltak már biztató jelei a csapatnak. Bizonyos mérkőzéseken tudtuk a szebbik arcunkat mutatni. Ezt az állapotot kell úgy gondolom stabilizálni, meg állandósítani. Azt gondolom, hogy most ezt a felkészülést, hogyha tényleg mindenki odafigyel, akkor ki tudunk alakítani egy olyan keretet, vagy egy olyan csapatot, ami esetleg végig tudja játszani a tavaszt, és nem fog közbeszólni sérülés, vagy betegség, vagy egyéb ilyen hátráltató tényezők, akkor szerintem eredményesek leszünk. Jakab Elek vezetőedző elmondta, az együttes tagjai a közös gyakorlást megelőzően is készültek. Már közösségben is el tudtuk kezdeni az edzéseket, de azt tudni kell, hogy már 2 hete folyamatosan önálló edzést végeznek a játékosok. És hát amint látható, ma 25-en vagyunk jelen, tehát elindult egy olyan folyamat, amelyben egy kicsit úgy látom, hogy érdeklődnek a klubunk iránt, hiszen egy csomó fiatal jelentkezett, hogy szeretnének itt nálunk sportolni. Most az a feladatunk ebben az első hétben, hogy kiválasszuk azokat, akik megfelelnek annak a nívónak, ami nekünk kell, és aztán utána egy végleges kerettel valóban a február végi bajnoki mérkőzésig elvégezzük azokat a szükséges munkákat. Elsősorban természetesen most a felkészülés első időszakában a kondicionális munkákat, amely alapot jelent majd egy jó tavaszi menetrendhez. A fizikai felkészítés mellett a taktikai elemek betanítása és gyakorlása is a célok között szerepel, így például a nyomás alatti játék. Folytatjuk ezt a munkát, mert ugye ezt elkezdtük ősszel, tehát azt szeretném mondani, hogy például az utolsó mérkőzésünk az SMTK folyamatos pressinget csinált ellenünk, és ezt ellene való játékot a már az őszi munkába beépítettük, aminek az is volt az eredménye, hogy nem tudott benne minket az SMTK ilyen értelemben meglepni ezzel. Természetesen ezt is folytatni kell, de nekünk is át kell térnünk egy olyan magasabb védekezésre, ahol az ellenfél tér felé már megpróbálunk labdát szerezni. Tehát ezek azok a központi taktikai elemek, amiket be kell építeni a csapatjátékunkba. Hozzátette, természetesen a támadások befejezése is kiemelt fontosságot kap majd játékukban. Azt hiszem, hogy ezzel nem mondtam újat. A játékunkban különleges elemet kell, hogy elfoglaljon az, hogy készüljünk arra, hogy a gólhelyzeteinket kialakítsuk, tudatos mozgásokkal alakítsuk ki, és ne véletlenszerű legyen az, hogy gólhelyzetbe kerül valaki, mert tulajdonképpen talán ezzel is magyarázható, hogy elég sok gólhelyzet kimaradt, hogy esetleg nem volt tudatos az az építkezés, csak véletlenül oda került, de nem csak erről van szó természetesen. Ugyanakkor szeretnénk, hogyha ezt a tudatos támadásépítést is valamilyen szinten februárig be tudnánk építeni ebből elég sok elemet ahhoz, hogy a támadásaink is tudatosak és eredményesek legyenek. A felkészülési programba edzőmérkőzések is bekerülnek. Általában NB3-as, megyei osztályú vagy az első osztályú csapatok tartalékaival terveztünk edzőmérkőzést. Felborította, decemberben megvolt a teljes menetrendük. Ez felborította az, hogy egy csomó mérkőzés elmaradt, és azok is elnézést kérve lemondták az edzőmeccset, akivel már megvolt a lekötött többek között a Kiskörös is például jövő hétre. Úgyhogy új partnereket keresünk, de amint említettem, a Paks tartalék csapatával, a Videoton tartalék csapatával, Harta, több olyan csapattal játszunk, akik a közelünkben vannak, és nekünk az ilyen típusú gyakorló mérkőzések jelentik azt, hogy azokat az elemeket, amit az előbb említettünk, azokat kipróbáljuk edzőmérkőzéseken is. A vezetőedző azt is elmondta, milyen posztokon erősítené meg a csapat keretét. Elsősorban a támadó pozícióban.
mégpedig a középső poszton. Szepesi Robi 11 gólt rúgott az ősszel le a kalappal a teljesítménye előtt, hiszen az év játékosa is lett a mi választásunk alapján, de nyilván neki kell, hogy ott mellette, előtte, mögötte legyen egy olyan csatár még, vagy kettő, akik ezeket a posztokat be tudják tölteni, hiszen ugye ahogy ősszel is elég sokszor volt sérültünk, vagy éppen valamilyen betegség, vagy kiállítás, vagy bármi más módon, hogy legyen tényleg olyan alternatív megoldásunk, ami minőségben nem jelent visszalépést, és arra a posztra, ha tudnánk igazolni, az nagyon pozitív lenne. A Dunajváros Pase a tavaszi idény küzdelmeiben elsőként február 28-án a Dabas ellen lép majd pályára. A csoportos edzések mellett az időjárási körülményektől függően szabadtéren, friss levegőn is végezhetünk edzéseket, amelyekre különböző helyszínek és lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Ezekről Rozi Gedit fitness edző osztja meg gondolatait, véleményét. Az élményfürdőben több nyilvános edzést is levezetett Rozi Gedit. Akkor is kifejezetten a helyszínhez igazodva a vízben mozoghattak a sportolni vágyók. Később a parton mutatta be stábunknak, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy minél jobban átmozgassuk magunkat. A hűvös idő beköszöntével pedig újabb módozatokra hívta fel a figyelmünket, amelyek kiváló edzésformákat tesznek lehetővé. Dunajvárosban azt gondolom, hogy a csodás Dunapartunkat is kihasználhatjuk, illetve az adott lehetőségeket nyújtott a kondiparkot, sétálhatunk a hátsó lépcsősorainkon, kocoghatunk, éppen ki milyen verziót szeretne választani, kardio erősítő jelleggyanánt. Rozi Gedit az általa előnyben részesített helyekről, mozgásformákról is beszélt. Nagyon szeretem a lépcsősorunkat, hiszen erősítő, alsótestfókuszos erősítőgyanánt is praktikus gyakorlatokat lehet bevetni rajta, akár kéztámaszos gyakorlatokat, tehát felsőtestre is tudunk edzeni vele, és nem kell hozzá semmilyen eszköz. Tehát elindulunk egy fél literes kis palackkal, amit megtöltünk vízzel, sétagyanánt, nyakunkba teszünk egy törölközőt, és aztán összekötjük a kellemest a hasznossal. A szakértők egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy hűvösebb időben hosszabb bemelegítés szükséges az edzés előtt, és nem célszerű túl hosszú tréningeket végezni a szabadban. A Dunaferese torna szakosztályában már az óvodás kortól tartanak edzéseket az ifjú sportolók számára. A gyermekek természetesen elsősorban a sportág alapjaival ismerkednek meg, nem a versenyszerű edzés a cél, az csak később dől el, kikből lesz élsportoló. Edzőjük segítségével gyakorolják az elmúlt időszakban tanultakat a Dunaferese óvodáskorú tornászai. Az egyesületnél akár a legfiatalabbak számára is edzés lehetőséget biztosítanak. Nagyon sok új gyerek jött be ennek ellenére, mert meghallották, hogy újra mozgás lehetőség van, és a gyerekek ugye melyik gyerek nem szeret ugrálni, bukfencezni, szortozni, megtanulni. Ennek ellenére nagyon sok kisfiú bejött a terembe, és jelenleg a létszám ilyen 15 és 20 fő között van. Tehát én azt gondolom, hogy szájról szájra terjed a hagyomány, és egyre többen fognak jönni mozogni a tornaterembe. Janics Pál szerint fontos, hogy a gyerekeket játékos, vicces formában ismertesse meg a sportág alapjaival. Én azt gondolom, az avisoknál a legfontosabb dolog az, hogy magát a sportot megismerjék, hogy ez milyen sport. A játékos formában próbáljuk őket megismertetni a sportágnak az alapjaival. Elsősorban a fiúk, lányok egyaránt talajon szoktuk őket megdolgoztatni, úgymond a mi szavainkkal élve. Ugye, amikor a gumiasztalra kerül mondjuk a sorot, nagyon élvezik a gyerekek, mint hogyha egy játszóteremben lennének. Tehát náluk ez még nem tornaterem, ez még egy tulajdonképpen kis játszótér, én azt gondolom, de ez is a cél nálunk, hogy velük megszeretessük ezt a fajta mozgásformát igazából. Hozzátette, a fiatalok fizikumának körültekintő ismerete szintén nagyon fontos, mivel elősegíti a későbbi karrierüket a sportágban. A mostani csoportom, én azt gondolom, hogy kifejezetten nagyon jó. Általában egy ilyen 15-20 főből az arány az egy olyan 5-6, aki igazából alkalmas lehet a komolyabb versenysportra, de ugye azért ezt előre nem lehet tudni a gyerekkorban, hogy kiből mi lesz. Lehet látni bizonyos jeleket, mondjuk mennyire laza, mennyire erős a gyerek, sőt, ilyenkor, ha hiszitek, hanem azt is meg szoktuk nézni, hogy milyenek a szülők.
Tehát a szülőknek az adottságaiból is lehet erre következtetni, hogy a gyereknek milyen lesz a hozzáállása, illetve a testfelépítése. Nagyon-nagyon fontos az összes sportágban is. Kiemelte, a szakosztály eredményei jó motivációt jelentenek az óvodás korosztálynak. Egyébként nagyon szép eredmények születtek. Most volt hétvégén egyébként az országos bajnokságunk. Gyerekkezdőben is ott vagyunk. Országos második ezüstérmet nyertünk, egyéniben bajnoki címet szereztünk, úgyhogy, és a többi korcsoportban is. Azért az utóbbi időszakra visszatekintve egyre jobban jön fel a Dunafernek a férfi torna szakosztálya, és én azt gondolom, hogy ez nagy motiváció lehet a kicsi gyerekeknek, illetve a szülőknek is, hogy látják ezeket az eredményeket, és azért látják, hogy itt azért egy aránylag komoly munka folyik. A tapasztalatok szerint a kicsiknek körülbelül a negyedes sportol versenyszerűen a későbbiek során. Kedves nézőink, Önök a DSTV Kispad című műsorát látták. Korábbi adásainkat és ezt a mait is visszanézhetik honlapunkon keresztül, valamint ajánlom figyelmükbe Facebook, Instagram és YouTube oldalainkat. Új összeállítással jövő héten jelentkezünk, akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra!